Godzilla, Jaguar. Southern Cali, when I put my mind on it. Time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind vomit. Got chronic. Na sziasztok! Én Endre vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb GTS, azon belül egy különleges videóval, ugyanis a csatorna elérte az 50 feliratkozót. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki feliratkozott erre a csatornára. Ez már egy nagyon nagy szám nekem, és megyünk tovább. Ez fantasztikusak vagytok mindannyian, úgyhogy a mai videóban 50 feliratkozó alkalmából elhoztam nektek egy garázstúr videót, amiben megmutatom az összes garázsamat, hogy én mégis milyen autókat tárolok itt a GTA-ban. Tehát akkor, hogy itt vagyunk először is a penthouse-omban, ezt az egy kocsit visszarakjuk szépen, és szépen a penthouse garázsnál fogjuk kezdeni. Természetesen, hogyha betölt, itt is vagyunk. Első garázs, penthouse garázs. Hát akkor itt van az első jármű, ami egy Rancheburek, ami az egyik kedvenc járművem. Azt megcsináltam ilyen eléggé oroszosra, mert hát mindannyian tudjuk, hogy ott milyen fajta járművek vannak, hát pontosan ilyenek. És hát szerintem nagyon jól megy, ne menjünk tovább. Na, a következő jármű, ez egy Hakucho Drag, amit leginkább time trialokhoz szoktam használni. És az egyik leggyorsabb motor. Ezt nagyon szeretem, ezt a járművet. Nagyon gyors, nagyon könnyen meg lehet ezekkel a time trialokat csinálni. De az alternatívum még mindig ott van, a Bati 801, esetleg akinek nincsen pénze mondjuk egy ilyesmire. Egy tovább, egy Übermacht Rebla GTS. Ezt nem szoktam használni, de csak úgy megvettem, mert jól néz ki. Egy ilyen szimpla városi BMW. És hát konkrétan csak ezért vettem meg, mert szép. Itt vagyunk tovább. A Devbachi Rapid GT Classic. Ezt is azért vettem meg, mert hogy a mint a Reblát. Tehát ez is azért, mert szépen néz ki, meg amúgy is egy a hát a John English 3 nevezetű filmből próbáltam olyan hasonlóra megcsinálni. Ugye volt ez a piros Aston Martin, ami hát a hátsója azért eléggé hasonló. Na, ennyit erről. Itt vagyunk tovább, egy Bravado Gauntlet Classic. Ez az egyik kedvenc izomautóm, és ennek a színét majdnem áldom. Ezt a feketét, meg azt a halvány kéket. Közben leveszem a maszkomat, mert ez eléggé hát ad effektívet, na így már sokkal jobb. És hát gyönyörű szép. Meg ott egy barjevő, ugye? Ez pedig egy Pegassi Toros. Ugye, jó kis városi lambó. Az a csíkot nagyon, nagyon tetszik rajta. Meg ez a narancs is eléggé feldobja, meg ezt is eléggé szeretem. A szemversenyhez még egyáltalán nem használtam, szóval majd elviszem egy körre. Na, ez az első helyzeti legtöbbet használt autón versenyeknél. Grotti Itali RSX. Ez egyik leghasználtabb kocsim versenyeknél. Rengeteg versenyt szoktam ezzel megnyerni,
nagyon jól tud menni az a kocsi, nagyon jól fordul, és aki szeretne egy jóféle sportkocsit, sportkategóriájút, annak ezt a kocsit mindenféleképpen ajánlom, mert zseniálisan tud ez menni. Imádom. Aztán itt vagyunk, egy Invetoro Coquette D10. Ezt a kocsit kipörgettem. Igen, majd mondani fogom, hogy melyik autók azok, amiket kipörgettem. És hát ez a Corvette, ez is gyönyörű. Ez a szürke, vagy nem tudom milyen ez, talán az acél színezés, talán a metálból. Ezt nagyon feldobja. Ezt is mondjuk rég használtam, de még mindig szép. Itt van ez a Maybach Penumbra FF. Ez is kipörgetett jármű. Mondjuk ezt vegyétek figyelembe, hogyha a legtöbb kipörgetett járművön nincsen saját rendszám. Szóval, de erre muszáj volt rárakjam, mert kelletre. Szóval, ez is jól megy. Meg ezt a színezést is nagyon szeretem. Aztán itt van a Partibus. A Yoga Classic. Az összkerék meghajtású. Nagyon szép. Az a livery csak nem látszódik, mert na innen. Imádom. Ez annyira szép. Nagyon tetszik. Na akkor ennyit a penthouse szintről, akkor menjünk is tovább a következő garázsra. Na akkor meg is érkeztünk a következő garázshoz. Csak kicsit szaggat a játék a felvétel miatt. Na hát, ja, hát igen. Ez az a garázs, ahol hát utcáról behozott Range Rovereket hoztam be, mert régen így tudtam pénzt farmolni, hogy behoztam összesen 10-et és 9000-ért el tudtam ezeket adni. Szóval ez, hát igen, nem feltétlen egy túl bő garázs, de már is itt vagyunk az arkádunknál, ahol már sokkal érdekesebbek vannak, mint amúgy is. Na nézzük. Itt egy karakara, ugye? Egy bogárírtó, egy Ruiner, ugyebár második járművem volt a játékban, nem pedig az első, az LG volt. Itt van a Paragon Air Armored, ezt a kaszinos küldetések után lehet feloldani, és a tiéd lesz. Armored, ennyi az egész. Tehát igen, páncélozott. Itt egy Hellfire. Ráraktam ezt a szép csíkozott részt. Meg itt van az Infernus Classicom, amit egyáltalán nem használok, csak így itt van. Meg megvettem, mert le volt árazva. Az kb. Ennyi. És itt van még egy Retinu MK2, ez leginkább a kaszinó helyszt menekülő autókban megtalálható Retinu MK2-re próbál rá hasonlítani, mert hasonlóra csináltam meg. És itt van egy BF Club, amit kompakt versenyekhez szoktam a legtöbbet használni. Jobban egy ilyen teljesen átlagos golfra próbáltam megcsinálni. És hát akkor távozzunk is. Na, akkor megérkeztünk az úgynevezett roncs garázshoz, ahol régebben a rozsdás verdákat tároltam. Ugye ezeket. Ezek régebben még ilyen
régiek voltak, de azóta felújítottam őket. Ugye Mr. Bean kocsia, Vini Easy Classic. És akartam másikra megcsinálni, ez így jó, hogy kinéz. Egy Beater Dukes. Ezt imádom, ezt a... Ez egyik kedvenc izomautom. Nagyon szeretem, úgyhogy ezzel fogunk innen távozni. És akkor itt vagyunk a Clubhouse-nál. Itt milyen meglepő motorokat tárolok. Úgyhogy nézzük is. Na. Amit nyújt nekünk ez? Hát egy motort, meg egy gyönyörű szaggatást, ugyebár, nem tudom, videóban látszik-e. Ez itt egy Fagio, mert mindenkinek ilyenje van, szóval nekem is. Ez a legjobb jármű a játékban. Itt egy sima oppressor. Ez a színkombinációt, ezt szeretem. Egy hakucsó, ami nincs feltuningolva. Tök jó logó. Egy Diabolus, Mysteryből kipörgetett motor. Nem is használom. Pati 801. Leggyakoribb jármű. Leginkább time trialokhoz szoktam használni. Vagy a kulcsó draget, de inkább ezt ajánlom, mert mivel ez olcsóbb. Itt van a Nemesis. Ez. Meg a Hot Rod Blazer. Hiszen föl is van tuningolva, az szerintem nem. És hát az van, hogy ez, meg ezzel együtt, ezek mind a három ingyenes volt. Egy bizonyos eventben, nem tudom miért, de ingyenesek voltak. Ez itt egy Fagio mod. Azokat a lámpákat imádom, erről nem kell semmit mondani, ez egy robogó. Itt egy Sotaro. Ez is egy time trialos jármű nálam. Meg igazából egész gyors motor. Meg itt a Chantfels motor. Azt a szint imádom, meg azt a koponyát a szemeken. Egyszerűen annyira félelmetes. Akkor nézzük tovább. Következő a... Mi ennek a neve? Special Cargo Storage. Azt hiszem, igen. Akkor itt tárolnak a szépségek. Itt látszódnak a csoda mobilok. Blazer Aqua, le volt árazva, és egy egész jó kétéltű quad. Ez más nem igazán tudja, meg van rajta gépfegyver, szóval lehet rajta lőni. Meg itt a Ruiner 2000. Jó kis Knight Rider Verda, imádom. Színek ismeri biztosan. A Rambagi. Szóval a srácokkal rengeteget szoktunk ezzel hülyéskedni. Szóval ez ilyen fanolós jármű. Ez konkrétan az űrben találod magad, hogyha ezzel felrepülsz. És itt egy Rakit Voltik. Nem használom igazából, mert majd egy csomó másik rakétás kocsi van, ami sokkal jobb ennél. Ezt csak megvettem, mert kellett a... Ahogy hívják? VIP Work. Ez pedig... Leggyakoribban használt Phantom Wedge. Kajo Perico prepeknél szoktam használni, ugye? A longfin vontató elvontatásához. Ezt az a garázs ennyi volt, itt lenne még három jármű, de az most nincsen meg. Szóval akkor menjünk innen tovább. Mindjárt itt vagyunk az Emlék garázsnál. Ezt azért nevezem emlékgarázsnak, mert itt tárolom a kaszinós járműveket, amiket ugye szoktam használni, még nem más, mint a Sentinel klasszikok. Mondjuk abból csak egy van, de akkor is ezek emlékek lennének. Tehát még ez a másik még hiányzik, nem tudom miért, de itt van az eredeti. Azért eredeti, mert a rendszám is eredeti. Ugye, tehát ugyanez a rendszám van rajta mindig a Casino Heist
során. Ugyebár ezt mindenki, nyilván mindenki ismeri, aki valaha játszott Casino Heistot. Tehát mindenki ezzel menekült el. Úgyhogy ezzel is megyünk a következő garázsba, ami a Nightclub lesz. Itt is vagyunk a Nightclubban. És akkor lásd csodát, hogy mik vannak itt. Igazából sok minden nem. De hát... ugye... hát igen, itt vannak ezek. A Speedo Custom, Mew Custom, Pounder Custom. Jó kis... hát igen. Ugye a Nightclub eladásokhoz kellenek ezek a járművek. Meg igazából free módban is lehet használni. Akkor már megyünk is át a második szintre, ami itt vannak a... igen, ez egy Zoruzzo. Le volt árazva, szóval megvettem. Még nem szoktam használni, de itt van. Egy Strider. Meg egy Rampant Rakit. Ez mind a három le volt árazva. Egész jó áron voltak, szóval megvettem őket. De... ezek itt porosodnak. Szóval... most átvegyünk a Terrorbyte garázsba. Meg itt egy Terrorbyte. Ez fantasztikus. És bemegyünk a játék legjobb járművére. Ugyebár az MK2-es Oppressor mindenki ismeri, mindenki ezt akarja, erről nem is akarok semmit mondani. Szóval ezzel megyünk tovább. Itt vagyunk az Arena garázsnál. És a workshop levelen eléggé szépséges járművek vannak. Köztük van egy nagy dög. Sőt, igazából az összes egy nagy dög. Itt egy RC Bandito. Ugye? Meg itt egy narancs. Négy nevezem. Amúgy az egy Sasquatch, vagy Sasquatch, vagy hívjátok úgy, ahogy akarjátok. Jó kis torlaszos cuccos. Itt egy Apokalipsz Dominator. Ez nincs felfegyverezve, nem is tudom miért. Majd kapni fog. Meg itt egy ZR. Arénás eventekhez leginkább ezt szoktam használni. Meg itt egy Zava, a kis büdös bogár, nagyon aranyosan néz ki amúgy. Meg itt egy Vagrant, szeretem. Tehát a véleményem szerint offroad kategóriában az egyik legjobb. Nagyon jól megy, meg egész jó földi úton. Meg itt van méhecske, meg imádom. Ez a kis aranyos, a tüske frizurával. Meg igazából ennyi. Egy Future Shock Cerberus. Meg itt van ez a Dominator. Ez is majd egy Future Shock-os variáns lesz, mint az ott. És az is ilyen sárga. Vagy nem, ilyen fehér lesz majd. Itt egy Nightmare Imperator. Ezt csináltam ilyen ocsmányra, igazából az ilyen Nightmare járműveket nem nagyon szeretem. Meg itt egy moci. Egy halottas motor. Dead bike. Ugye ZR-t, meg leginkább ezt szoktam használni. Ilyen mondjuk ezt leginkább zászlórablásra szoktam használni, meg a ZR-t inkább Wreckit-hez, meg ilyesmikhez. Meg itt van a Mad Max verziós Mr. Bean. Ugye, egy veszedelmes fenevad. Úgyhogy hol van a limo? Az most nem számít. Na. Akkor ez a szint ennyi is lenne.
akkor megyünk át erre a szintre, mert itt is vannak azért még egész sok autók, és azt hiszem erről a szintről ismertek párat. Itt vannak két gokárt, meg van ez az S80RR. Ez ugye egyszemélyes és szuper kategóriában egész jó. És itt van ez a három, amiről ugye láthattatok már tuning videót. Ha nem láttátok, akkor a jobb felső sorokban linkelem, vessétek meg. Ugye a Dominator GTX, Roosevelt Valor, egy Swinger, meg mondjuk egész... Mondjuk én leginkább ezt preferálom, mert ez egész gyorsan megy. A Valor az inkább egy ilyen fölvágós jármű. A Dominator meg ilyen városi. De mondjuk nem rossz versenyekhez se, de nagyon csúszik. Szóval, és menjünk tovább. Itt van Herbie. Aki érti, azt tudja, miről beszélek. Hogy miért neveztem el Herbie-ről. Meg itt van két Ferrari, egy Cheetah Classic, egy Turismo Classic, és ez a szint igazából ennyi lenne. Meg van még egy másik szint is. Van a... Itt is van egy jármű, amit ismerhettek. Egy... Igen, ez a múltkori tuning videó talán. A... Dropos Rally Verda. A... Hát ugye, az ilyenre sikerült, a festés nem nagyon változott, de egész gyors lett amúgy. Meg itt egy Insurgent, ezt még nem tuningoltam föl, de majd felfogom. Nem tudom, hogy akartok-e róla tuning videót, majd be lehet, hogy Insurgent új is régi, nem hiszem, hogy akartok róla, szóval majd meg lesz az. Hát akkor itt is vagyunk az irodám tetején, és tetőre jöttünk, mert miért ne, és itt fogunk bemenni az összes garázshoz. Először egyes szint. És hát igen, egyből egy scramjet. Ugye a űrbe kilövős, ez inkább egy űrhajó, Tempesta, egy Zentorno, egy Krieger és egy Emerus. Ezek azok a kocsik, amiket szoktam a leginkább használni szuper kategóriás versenyeknél. Még a Kriegert jobban preferálom. Le kellene szedni most már az offroad kereket, mert már nem tapad jobban, mint volt. Szóval akkor megyünk tovább ide föl. Hát igen, itt egy közkedvelt Deluxo. Ez ugye, hát mint a filmben volt, a Visszajövőben ilyenre megcsináltam. Egy NASCAR. Ugye kellett a Hot Ring szabre versenyekhez. Van itt egy Armored Kuruma és egy sima Kuruma. Ha már van ilyen, akkor legyen egy ilyen is. Itt teljesítményben ugyanaz. Mondjuk ez jobban tapad, de hát még ez így is jól néz ki alapból. Aztán itt egy Stromberg. Mondjuk ez még mindig jól néz ki. Amióta bejött a Torador is. Meg itt az Elegy. Legelső járművem. Szinte egy jó emlék, hogy ez még mindig itt van. Hihetetlen. Akkor itt fölmegyünk, és itt már nincs semmi, akkor mehetünk a következő szintre. Ami nem lesz más, mint a legtöbb kipörgetett jármű. Ugyebár, mert az irodai garázsnál most kiépítettem egy ilyen rendszert, hogy az első szintre egy ilyen megvásárolt
járművek erre a szintre kipörgetett járművek kerülnek. A harmadikra majd megtudjátok, nem fogom levőni a point. Itt van egy Reaper, egy jó kis Lambo, egy Sultan Classic. Ezt a típusú Subaru-t ezt nagyon szeretem. Itt egy Paria, az is gyönyörű szép, egész gyors. Gyors egy csomó szuperautónál is. Itt egy Deluxo. Meg ugye, mondjuk ennek a Deluxónak, meg az előző Deluxónak van egy eléggé érdekes háttérsztoria. Mégpedig az, hogy a korábbi Deluxo, ami ugye vásárolt, az így nézett ki eredetileg. Csak amikor kipörgött ez a Deluxo, akkor ott úgy döntöttem, hogy ez a Deluxo megkapja azt a festést, ami korábban másikon volt. És akkor így kapta vissza az eredeti színét az előző Deluxo. Úgyhogy így ezt szoktam használni. Főleg akkor, hogyha mondjuk felszokott robbanni az egyik Deluxom, akkor itt van ez így ilyen B-tervként. Akkor itt van a James Bondos Verda. Ez ugyebár az, amivel lehet lőni. A JB700V. És akkor itt van a Progen PR4. Az első olyan Forma 1-es kocsi, meg igazából jármű, amit először kipörgettem. És hát nagyon örülök, hogy ez volt az első jármű, amit kipörgött. Úgyhogy nézzük csak tovább a következőt. Egyből egy DR1 van itt, ami gyönyörű, és ennek a hangnak a... Hát igen, a hangja az nagyon tetszik nekem ennek a járműnek, meg amúgy is gyönyörű szép. 811, legnagyobb végsebességgel rendelkező autó talán, ha jól tudom. R88, ugye második Forma 1-es autó, ami kipörgött. Szóval ugye a DR1, aztán itt egy Torero, ennek az eleje nagyon tetszik, meg a hátulja is. Meg a függetlenség napjai Half Track, ugye ez is pódiumon volt, és így nézett ki, ezzel a szürkével és ezzel a kamuflázzsal. Itt a Itali GTO, mondjuk azt, ez is versenyekhez szoktam használni, de amióta megvan az RSX, annál kevésbé használom. És itt van egy Cyclone, ez is így nézett ki a pódiumon, szóval meghagytam ezt a szint, mert amúgy is tetszik, és ugyebár elektromos, és tetszik, hogy nincsen hangja. Akkor itt fölmegyünk, akkor itt van még egy szint. És itt van a Tyrant. Erről volt tuning videó, ugye? Nosztalgiás videómban. Ugye belefért még egy tuning videó is. Egy Enus Paragon R. Ezt nem akartam kipörgetni, de kipörgött sajna. Egy Omnis és egy Tyrus. És ugyebár a Tyrus, az Omnis, meg ez. Tehát így ugye ezek voltak sorjában, és ugye mindegyik kipörgött, nem tudom miért. Egyik ebből inkább a Omnis preferálom, mert ez egy egész jó rally autó. És akkor itt van a BR8, negyedik kipörgetett Forma 1-es kocsi. És azt is, tehát ez a kedvenc, tehát a kedvenc Forma 1-es kocsim. Nagyon jól néz ki. És akkor itt egy XO21 és egy Taigon, meg ezt a színkombinációt raktam rá, ami volt még a Summer Special DLC trailerében, mert ott nagyon megtetszett nekem az a szín. Na akkor ennyi volt ez a garázs szint. És akkor megyünk is
az Office Garage 3-ra, hogyha engedné, hogy rányomjak. És ugye ezen a garázs szinten ben is autók találhatóak. Egy Sabre Turbo Custom, Voodoo Custom. Ez nagyon tetszik, ez a színezés. Faction, egy Donk, meg egy a halálos irámakból jól ismert Nissan Skyline. Ja, megpróbáltam teljesen olyanra megcsinálni, csak nem volt kék színű spoiler sajnos, csak ilyen karbon, de az is jól néz ki rajta. Meg itt egy Sultan RS. Én eredetileg nagy spoiler volt, de lejövettem, mert rondán nézett ki. És tehát a legelső szuperautóm az ez volt. És akkor ennyi lett volna ez a garázs. Akkor menjünk is vissza a tudjuk miért. És akkor egy ugrás, és átmegyünk a következő garázsra, ami a házunk lesz. Csak tudjam, hogy... Mi van? Ez miért esett le? Aha. Te hogy estél le? Te mit keresel ide lent? Na mindegy. Nem tudom. Én fentre raktam, de valahogy itt volt lent. Szóval akkor itt vagyunk ennél a garázsnál. Mondjuk itt leginkább kacat van, mint hogy jó jármű. Mert hát ide kerülnek a... Igen. Comet SR. Erről már volt tuning videó, ugye láttátok biztosan. Egy full random Redwood Gauntlet. Legelső... Nem legelső. Ez is csak inkább egy Mysteryből kipörgetett. Meg csak egy Verus. Egy Penumbra. Ez tetszik, ez a festés. Meg egy Night Shark. Ugyebár a Black Shark, vagy nem tudom. Lett Black Shark a való életben. Egy Pickup Insurgent. Ugye? Egy Raptor. Föl se tuningolom, mert ez nem tud fordulni. Itt egy agyon fegyverzett tampa. Nagyon szép. Nem, igazából nem. Itt van Franklin kocsia. Igen, és egy APC. És ez a garázs konkrétan ennyi. Nincs semmi más, úgyhogy húzzunk ki mindegy nagyon gyorsan. Itt nem is tudom, mik vannak. Ja igen, ez a Civic garázs. Ez a szép kis Honda, ami Sugoi, de akkor is Hondának nevezem. Civic R és egy sima, egy másik Civic. Ez igazából, ez mondjuk már kezdett rohadni, mert nem így nézett ki alapból. Szóval ez már rohad. És igazából erre vár egy eladás, mert nem használom, szóval majd a helyére kerül egy új. Akkor meg is érkeztünk a facility-be, és akkor rakjuk, és akkor menjünk szépen. Most majd találkozunk pár év múlva, mire ez a cutscene véget ér. Na, akkor meg is volnánk. Itt már is egy Avenger. Csak szaladjál föl. Egy Thruster. Kap be a nevet, ez inkább Jetpack.
Arcangeli. Ezt mindenki ismeri. Nem raktam rá jobbágyút, mert nem különbözik. Ez így jó, ahogy van. Meg itt van ez a gépezet. Ez a Csernobog. Tudjátok, van az a mém, ahol... Igen, ez pontosan az. Ez csak egy rakétasorozatvető. Vagy sorozatrakétavető, vagy nem tudom, hogy mondják. De igazából egy rakás hulladék, mert egy rakétától robban, nem bír fordulni. Pont, hogy tud, csak nem tud visszaállni. De alapból légvédelemnek egész jó. Meg itt egy turettes karakara. Meg, hát igen. Meg biztos ismeritek azt a logikát, hogy egyetlen egy milligánnal milliókat drágul egy autó. Még akkor ezzel végeztünk is. Ezzel a garázssal. Jó, akkor visszam a jetpacket. Az oppressor bekapatja. És akkor itt nézzük csak meg, hogy mégis mi a fene tárolódik itt. Mondjuk milyen meglepő repülő, helikopter, semmi más. Na, más csodát. Aha, egyből egy. Ennek nem mutatja, tehát... Ez egy... mi a neve? Strike Force. Ugye Thunderbolt 2 a valóságban. Ez egy Ultralight, ez egy Hydra, egy Hunter, egy Sea Sparrow, egy Akula, és egy Corgo Bob Jet Sam. Ugye, lepegazusos, de van itt mint saját. Ezt ez a... Ja, meg itt egy Bán 800-as. Legdrágább repülőm. Egy vagyonomat költöttem. Van jármű. Akkor nézzük. Aha. Igen, egy 6 személyes, vagy ennyi. Majd 8. Egy Desert Raid Trophy Track. Ez a kettő akciós volt, és egy nagyon jó trófeai járművek, vagy mik. Inkább rallyra tökéletesek. Egy Frankenstein, meg egy Albany Lurcher, meg a csontvázmotor. Ugye volt Halloween-kor a tripla tuning videó. Ezt is itt láthatjátok majd valahol. És itt egy Guardian, vagy nem Guardian, ez egy Contender. Ugye a... Hát a karakara miatt vettem meg, mert ugye hasonlít rá. Meg hogy ugye ez valami offroad kategóriájú, vagy SAV. Aha, SAV. Na jó, hát akkor ezzel megyünk tovább. Csak sikerült leérnem azt a szintet, hogy kiérjek a vízre. És ugyebár a legutolsó garázs, amit mutatok, az a Kosatka. Úgyhogy meg is érkeztünk. Igen, ezt pontosan így akartam. Nem, kenyerjük azt a... Azt a s**t vedd le magadról, kösz. Nem tudom, miért itt meg egybe. Talán azért, hogy mindig itt szoktam. Tehát... A jármű... Azt se tudom, hol van. De itt. Itt igen, egy Sparrow.
prepekhez legtöbbet használt járművem. Ugye Kajó Perikóhoz, itt egy Aviza, és az utolsó járművünk egy... hát egy Torédor. Stromberg bekaphatja. Na, és hát akkor srácok, ennyi lett volna ez a garázstúr. Hiszem az összes garázst bemutattam, ami van jelenleg nekem a játékban. Úgyhogy remélem tetszettek, amiket mutattam az autók közül. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjál egy lájkot, és iratkozzál föl. Még egyszer nagyon szépen köszönöm az 50 feliratkozót, és majd találkozunk a legközelebbi videóban, hogyha majd lesz valamikor, úgyhogy majd sziasztok, egy jó kis ugatásra búcsúzok el tőletek. Ez nagyon szép volt. Na, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!